A 60-tól elszenvedett hazai vereséget követően a Debrecen második csapatának otthonában pótolhatta volna az elvesztett pontokat a Nyírvátor. A DVSC Deac ellen török révén a vendégek már a negyedik percben megszerezték a vezetést, amit a szünet előtt egyenlített ki a több NB1-es kerettagot is pályára küldő házigazda. Fordulás után előnybe került a kislöki, amit Lipcsei még egalizált, de egy nyírvátori öngól és egy 11-es eldöntötte a 3 pont sorsát. Azt lehet mondani, hogy hát nem is a papírforma, hanem a mérkőzés alakulás nagyban befolyásolta a végkimenetet is. Én közel azt lehet mondani, hogy majdnem elégedett voltam a csapat teljesítményével. Egy nagyon pici koncentrálás és pontosság hiányzott ahhoz, hogy pontot tudjunk szerezni. Igaz, hogy sokat tett a Debrecen is a győzelemért, de az első félidő alakulása egyáltalán nem ezt mondatja velem, hisz akkor akár kapus kiállítás, akár pedig a 45. percben kapott gól, az azért befolyásolta a mérkőzés alakulását, és hát ezáltal a második fél időben a sérülések miatt már egész más teljesítményre voltunk képesek, mint addig. Két mérkőzés után így pont nélkül áll a Nyírbátor, de a szakvezető szerint a játék javulásával a pontok is érkeznek majd. Nem ilyen kezdésről álmodik se edző, se vezető, se szurkoló. Nehéz sorozatban vagyunk. Én bízom a csapatba, hisz tudom, hogy mit végeztünk el az a másfél hónap alatt, és ennek már ma is látszott némi, a mai mérkőzésen is látszott némi eredménye. Ha ezt még egy kicsit fel tudjuk pörgetni, akkor azt hiszem, hogy a hétvégéhez viszonyítva már a következő időben igenis meg lesznek a pontok. Két fordulót követően 4 csapat, a Cigánt, a Nyíregyháza, Spartakusz, a Ceglét és a Kazincbarcika 100%-os az NB3 keleti csoportjában. A Nyírbátoron kívül a Tája, a Tiszaújváros és a DVTK 2 nem szerzett még pontot. A Nyírbátor vasárnap a Nyíregyháza, Spartakusz fogadja.